Március végén adták át a Nyír Derzs és Nyír Gyulai közötti új aszfaltutat. A 4 kilométeres szakaszt hazai és helyi forrásból összesen 250 millió forintból építették meg. Ezzel együtt a megyei 6-os választókerületbe 140 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett, mondta Simon Miklós kormánypárti országgyűlési képviselő 35 perc című műsorunkban. Itt a gazdáknak nyújtott támogatástól, tehát nem a normatív alapú, hanem fejlesztési támogatástól elkezdve a vállalkozók GINOP pályázatán keresztül az önkormányzatok területfejlesztési operatív program beli vagy magyar falus pályázatán át felöleli ez a 170 milliárd forint azt a fejlesztési összeget, amellyel a választókerületben középületek újultak meg, hivatalok létesültek, iskolák, óvodák, bölcsődék épültek, 14 bölcsőde épült, ugyanennyi óvodát újítottunk fel, 20 iskola felújítása történt meg, 66 kilométer kerékpárutat építettünk, 60 kilométer közút újult meg, belvízelvezető csatornák létesültek. Élelmiszeripari üzem kezdte meg működését márciusban Nagykállóban, 30-35 új munkahelyet teremtve. 2010-ben a térségben 25%-os volt a munkanélküliségi ráta. Azóta 9000 új munkahely létesült, így az arány 8%-ra csökkent. Simon Miklós azt tartja a legfontosabb feladatának, hogy ezt az országos átlaghoz közelítsék, tehát megfelezzék. Ehhez újabb fejlesztésekre is lesz szükség, elsősorban Újfehértó és Nyírbátor térségében. El kell kezdeni a nyírbátori körgyűrűnek a tervezését, mert a város azt a rengeteg járművet, amit ez a sok munkahely jelent, hála Istennek, ezt nem bírja. És akár a teherszállítást nézem, akár a személyszállítást tekintetében a nyírbátori elkerülő út megkezdése az elengedhetetlen, hogy egy kicsit a város felszabaduljon. Még Újfehértónál szerintem a fő csapás irány az Alma Centrum által fémjegyzett irány. Ugye ez egy közel 10 milliárd forintos beruházás, ami az újfehértói és a térségbeli gazdáknak új lehetőséget fog adni. Néhány hete adták át a felújított templomot és parókiát Kislétán. Simon Miklós arról is beszélt, hogy a vírushelyzet után a közösségi élet újrászervezése is fontos feladat lesz a következő 4 évben.